Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Én már igazából tényleg nem tudom, hogy önök mire vélik a napot. Tegnap házbizottságon kaptuk meg ezt a botrányos törvényjavaslatot, és gyakorlatilag 24 órán belül itt állunk az ülésteremben, és beszélünk olyan dolgokról, amivel egy szektort teljes mértékben tönkrevághatnak, mert erről van szó, vannak a fuvarozók, velük kiszúrnak, Andy Vajna viszont boldog lehet, kap egy gyönyörű karácsonyi ajándékot a fa alá, és milliárdokat sikerülne eltakarniuk a sportági szakszövetségeken keresztül, senki nem tudná, hogy ezek a pénzek hogyan vándorolnak. A benyújtás körülményei nyilvánvalóan botrányosak. Nem is csak arra gondolok, hogy mi mondjuk egész éjszaka, meg egész nappal foglalkozhatunk ezzel a törvénnyel, de egyáltalán hogy gondolják, hogy egy olyan törvényjavaslatot, ilyen fajsúlyút letesztek az asztalra, amiben nem egyeztetnek, nincsenek hatástanulmányok, nem kérdeznek meg senkit. Hát mondok egy idézetet, talán nem a sajtóból kellett volna megtudnunk, mire készül a kormány, megint mi maradt el. Szóval pontosan erről van szó, önöknek nemzeti konzultációra mindig van pénzük, viszont hogyha egy ilyen szintű javaslat van, arról nem egyeztetnek. Egész egyszerűen a helyzet az, hogy ezzel súlyos károkat okoznak nem az ellenzéknek, a nemzetgazdaságnak. Annak az országnak, amelyet elvileg önök vezetnek, én azt gondolom, az a minimum, hogyha egy ilyen javaslatot letesztek az asztalra, akkor azokkal az emberekkel, akiknek az életét minden nap ez befolyásolni fogja, ezt megbeszélik. Hozzáteszem, hogy ha azzal kívánnak takarózni, hogy majd az áfacsalásokat ez visszaszorítja, akkor ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy hetek óta vizsgálgatják önök már a mi NAVOS vizsgálóbizottsági javaslatunkat, a mai napig nem tudjuk, hogy miről az álláspontjuk. Azt gondolom, ha ennyi idejük van arra, hogy a NAV vizsgálóbizottságot nézegessék, akkor annyival tiszteljék meg a fuvarozókat, hogy velük meg végigegyeztetik azt a törvényt, amivel utána az ő életüket fenekestül felforgatják. Én szeretném leszögezni azt, hogy minden olyan törvényt támogatni tudunk, ami a gazdaságnak a fehérítésére szolgál, viszont ez a javaslat, amit itt letettek az asztalra, ez több sebtől vérzik, mint amennyi fejezet, vagy mint amennyi paragrafus benne van. Elmondtam önöknek, hogy mélységesen felháborodtunk azon, hogy nem volt lehetőség érdemi konzultációra senkivel sem. Én azt gondolom, hogy ha önök nem tudják, hogy ezeknek a szervezeteknek mi a véleménye, akkor hadd mondjam el önöknek, én is végignéztem az ő nyilatkozataikat, amiket ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban tettek, és a következőket találtam. Hatalmas adminisztráció egy nem kitalált, nem tesztelt rendszerben, az ellátási rendszerekben komoly zavarok várhatóak a vállalhatatlan adminisztráció miatt. Lehetetlen helyzetbe hozza a mezőgazdasági termelőket. Most szemezgetek abból, amiket ezek a szervezetek nyilvánosságra hoztak, amivel, hangsúlyozom, nekik, illetve önöknek kellett volna találkozni. Nemzetgazdasági szintű károkat fog okozni, mert az országot elhagyják a just-in-time rendszerben működő nagyvállalatok, ezzel együtt a beszállítóik is ellehetetlenülnek. Figyelik, a beszállítókról van szó. Miközben ugye egyik oldalról önök folyamatosan az autóiparra koncentrálnak, egy ilyen lépéssel ott is súlyos károkat fognak okozni, ráadásul vissza és visszatérő vélemény, hogy a kis- és középvállalkozásoknak lesz ez a legnagyobb problémája. Hadd mondjak még egy idézetet, a tervezet nem veszi figyelembe többek között a megtermelt sajátárú, saját járművel, saját telephelyre történő beszállítását, a zöldség-gyümölcságazat értékesítési sajátosságait, nagybani piacra történő szállítás, termelői szervezeteken keresztüli értékesítés, a kistermelők, őstermelők kisértékű értékesítéseit, az egyes áruk, árucsoportok közötti értékbeli és mennyiségi szélsőségeket, például gabona vagy a csomagolt zöldségvetőmag, nincs tisztázva az első adóköteles termékértékesítés és a végfelhasználó fogalma. Én azt gondolom, hogy illő lett volna, hogy ha tudják azt, hogy mennyire, mire készülnek, akkor végegyeztetik azokra az emberekkel, akiknek az életét befolyásolja. És ne értsék félre, az, hogy önök most február 1-ig kihúzzák a határidőt, és addig nem büntetnek, az nem fog sokat segíteni a rendszeren. Azt mondják, hogy megígérik, hogy majd lesz zöld szám és tájékoztató. Nem úgy kellene csinálni, hogy fordítva, hogy előbb van tájékoztató zöld szám, és utána, amikor már ezek megvannak, akkor határidőt szabni a felhasználók számára. Ráadásul hozzá szeretném tenni azt, hogy azért ez az egész törvényjavaslat ez egy kicsit olyan, hogy ugye saláta törvény, és nem egy fekete leves van benne, hanem három. Mint említettem, már Andy Vajna kap egy gyönyörű karácsonyi ajándékot, de ott van még a másik a sportági szakszövetségekkel kapcsolatos tákolmányok. Nézzék, az, hogy önök fogják magukat, az eredeti verzióban ez volt, és az infotörvény hatály alól kiveszik ezt a komplett szabályozást, az egyértelműen azt jelenti, hogy önök el akarják titkolni, hogy itt a milliárdokat hova folyatják. Ez egyébként nem csak elfogadhatatlan állampolgári szempontból, vagy akár képviselői szempontból is, hanem az alaptörvény ellentétes. És az infotörvény
az pontosan arra való, hogy végrehajtsa a közpénzek és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás átláthatóságát, ahogy az alaptörvényi rendelkezésekben le van írva. Szóval hogy gondolják azt, hogy fogják magukat és kiveszik? Ez így önmagában alkotmányellenes lenne. Egyébként nyilván valaki szólhatott önöknek, hogy ez azért mégsem fog menni, mert csak nem lehetnek olyan fáradtak a képviselők, hogy az utolsó pillanatban ezt nem veszik észre. És bejött egy módosító, ez a Gulyás Gergő, ez a TAP-féle módosítóról beszélek, de gyakorlatilag érdemi változást nem hoz. Lehet, hogy nem lehet rámondani, hogy alkotmányellenes, mert annyira sikerült megbuherálniuk a rendszert, de ott lesz a szponzorálás, és a TAU ugyanúgy, ami teljesen átláthatatlan lesz, hogyha ez így átmegy. Az átláthatóság tehát mindenképpen sérül, gyengül, és azok a támogatások, amelyet a vállalatoktól kapnak ezek a szövetkezetek a társasági adókedvezmény miatt, ezek az mutatná, az lenne az eredmény, hogy csak összesített adattartalom lenne nyilvános. De ez továbbra is mondjuk egy 40-50 milliárd forint, amit a kormány úgymond lemond, ez átláthatatlanul folyna, és ezek a pénzek, amik igenis közpénzek, ezeket gyakorlatilag továbbra is átláthatatlanul kezelnék. És hadd indokoljam, hogy ezek, tehát egyszerűen nem is értem, hogy ennek hogy gondolják, hogy azt mondják a TAU-ra, hogy ez nem közpénz. Ugye Orbán Viktor jött azzal büszkélkedett, hogy ugye szerinte a felcsúti stadion az magánadományokból épült, mert hogy nem vettek igénybe állami pénzt. A miniszterelnöknek ez egy nagyon súlyos tévedése. A TAU, mint olyan, az ugyanis közjogi értelemben igenis közpénz, egy állami támogatás. Amikor ezt bevezették, akkor az Európai Bizottságnál is ilyen módon engedélyezték. Ha a miniszterelnök úr ezt nem tudja, akkor szóljanak neki, legyenek kedvesek, mert ez így van. Ha egyébként, mert hogy ez nem lenne, és akkor gondolkodjunk logikusan, akkor ez a pénz, ez a költségvetésbe menne adó formájában. De mivel van, ezért ilyen módon fel lehet használni. De innentől kezdve ez ugyanúgy állami támogatásnak minősül, pontosan úgy, mint mondjuk a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó 1%-os felajánlás. Az igazából részletkérdés, hogy a pénz az adóhivatalon keresztül folyik el a támogatotthoz, vagy igazolást kell róla kiadni. Maga a rendszer az arra épül, hogy ez közpénz. Önök ezt így engedélyeztették, ezt az egész rendszert. Na most, hogyha ezt önök így átviszik, amire ugye megvan a lehetőségük, hiszen sokan vannak, akkor maga a milliárdos TAU pénzeknek az átláthatósága fog beszűkülni. Mondom, megbuherálták annyira ezzel a módosítóval, hogy ne legyen alkotmányellenes, de továbbra is kitakarják az adófizető állampolgárok szeme elől azokat a milliárdokat, amiket joguk lenne látni. És egyébként meg... korábban is voltak ezzel kapcsolatban úgymond bepróbálkozásaik, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy önök úgy látszik nagyon, nagyon eltökéltek azzal kapcsolatban, hogy átvigyék ezeket a dolgokat, mert pontosan Bánki Erik volt az, aki kevesebb, mint két hete egy nagyon hasonló javaslattal jött elő. Ez a Sportszövetségek gazdálkodásának elrejtését célzó javaslata volt. A parlamenti honlapon ugye meg lehet találni, ez a költségvetés megalapozó salátában nyújtotta be, de aztán az ökszerző módosítóban nem tudott bekerülni, tehát valaki önöknél kiszűrte a rendszerben, hogy ez azért mégis már egy kicsit túlmegy egy bizonyos határon, így Bánki Erik hoppon maradt ezzel a javaslatával. Egyébként a költségvetési salátáról is elmondtuk, hogy az sem az átláthatósági szabályokról volt híres. Én magam is keményen bíráltam azért, mert az állami és az uniós támogatások összeférhetetlenségi követelményeinek megszüntetését és a nyilvánosság korlátozását szolgálták egyes rendelkezések, ott is visszakoztak, de csak fél siker volt, mert azért a családtagokat nem is szafírozhatják ki, azért a pártközeli szervezeteknek majd mehetnek még közpénzek. És akkor azért ne feledkezzünk meg arról a Sesták-féle javaslatról is. Úgy látszik, most önöknek ilyen hetei voltak, hogy az átláthatóságot mindenáron csökkenteni akarták, ami gyakorlatilag a paksi beruházást tette volna teljesen átláthatatlanná. Az most, néztem a jövő évi menetrendet, az átkerült februárra, tehát valami miatt karácsony előtt azt mégsem akarták megvalósítani, majd februárban gondolom azzal folytatjuk. A kérdés az, hogy ki lobbizik ennyire, hogy az átláthatatlanság növekedjen az országban. Hozzáteszem, hogy az átlátszó több cikkben is foglalkozott a látványcsapa sportágokat támogató társasági adókedvezményekkel. Ne nevessenek, itt közpénzekről van szó, 2012 őszéig 7,9 milliárd folyt be a TAU-ból. Hova ment 6 milliárd ebből a 7,9 milliárdból? Az MLS-hez. A többi 1,9 milliárdon osztozott a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong, meg a Magyar Olimpiai Bizottság. És a foci csapatokon belül ki volt az abszolút nyertes? Hát természetesen a Felcsút, 2,8 milliárd forintot kapott. Ehhez képest ugye Debrecen kapott 500 milliárdot, Újpest 334 milliót. Szerintem ez nagyon komoly pénzekről van szó, tisztelt uraim és hölgyeim. Ne kiabáljon képviselőtársam, nyomjon gombot, legyen kedves, megvan rá a lehetősége.
és mondja el a maga véleményét, higgadságra, meg önmagukat incsek legyenek kedvesek. Azt gondolom, hogy nagyon méltatlan, hogy karácsony előtt pár nap, meg egyetlen bármikor egy ilyen salátatörvényt letesztek az asztalra, de folytassuk Andy Vajnával, tisztelt képviselőtársaim. Andy Vajna már régóta, meg az ő offshore-ba torkoló tevékenysége már elég régóta szúrja az ellenzéknek a szemét. Schiffer András képviselőtársam is számos alkalommal felhívta rá figyelmet, hogy mégse kellene offshore pénzekbe vándoroltatni az adófizetői pénzeket. De valami miatt önök nagyon védik Andy Vajnát, és most egy újabb olyan ajándékot szavaznak meg neki, ami neki bevétel növekedést jelent, viszont az ország számára az adóbevételeknek a csökkenését fogja eredményezni. Én igazából azért nem vagyok meglepve, mert eddig is azt láttam, hogy ha a dohányról beszélünk, akkor előbb-utóbb a szerencsejátékok is előjönnek. Ugye emlékszünk rá, a választásokat követő egyik első intézkedésük a kaszinójogoknak a leosztása volt, aztán az internetes szerencsejátékpiacot és az ide kapcsolódó üzleti körökre bízta a kormány az önök barátaira, most pedig a szerencsejáték szervezőknek az adóját nemes egyszerűséggel tovább csökkentenék. Csak hogy egy kicsit áttekintsük azt, hogy mégis milyen grandiózus adományok mennek ide meg oda, egy kicsit nézzünk vissza, hogy itt mi történt. Ugye a Las Vegas kaszinóról van szó. 2012-ben évi 3,8 milliárd forintról 6,2 milliárd forintra növekedett ennek az árbevétele ennek a cégnek. Találják ki, hogy mennyi pénzt fizet be a költségvetésbe társasági adóként. Ennek a pénznek, ennek az árbevételnek alig több, mint 1/1000-ét. Ugyanakkor a számára kedvező adójogszabály változások miatt az üzemi eredmény 683 millió forintról, annyi volt megelőző évben, 1,97 milliárd forintra ugrott. Na most, én arra emlékszem arra az időszakra, amikor még a Nemzeti Gazdasági Minisztérium megpróbálta kiszámolni, hogy az új játékkaszinók a költségvetésnek mennyi bevételt fognak hozni. Önök ott a Nemzetgazdasági Minisztériumban évente közel 4 milliárd forinttal számoltak, mint koncesziós díjbevétellel, és 1 milliárd forintos általános forgalmi adóbevétellel. Csak hogy amikor még így kalkulált az NGN, nem számolt azzal, hogy majd jön a kétharmad, és olyan szabályokat fog bevezetni, amivel gyakorlatilag az egész költségvetést megkárosítják, Andy Vajnáikat viszont nagyszerűen kistafírozzák. Ugyanis bevezették azt, hogy a koncesziós díjat, mint olyant le lehet vonni a játékadóból, és ugye az áfától is mentesítették a szerencsejáték szervezőket. Gyakorlatilag ez azt jelentette akkoriban, hogy 1 milliárd forintot adtak ajándékba ezeknek a cégeknek. Nekem nem fájna például, hogyha ezt az 1 milliárd forintot valaki önök közül a magánzsebéből adná, tegye meg. De ne az adófizetők pénzéből osztogassanak, legyenek kedvesek. És egyébként Andy Vajnáról, ha már beszélünk, akkor szintén az átlátszón lehet olvasni, egy meglehetősen terebélyes offshore cégekkel teletűzdelt céghálója van. Pontosan nem tudjuk igazából, hogy kinek a zsebébe vándorolnak például ezek az 1 milliárd forintos kis ajándékok, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy a mostani adókedvezmény, amit majd itt megszavaznak pár óra múlva, mert ugye mondanom se kell, hogy ez most egy olyan törvény, amit 24 óra alatt fognak átvinni a házon, nem tudjuk, kinek a zsebébe fog vándorolni. De nézzük még egy kicsit a számokat, foglalkozunk egy kicsit Andrew Vajnával, ha már ilyen szép karácsony ajándékot kap. Ugye a hozzáköthető magyar társaságok 4 év alatt 33,3 milliárd forint árbevételt éltek el. Cégekből osztalékként 3,5 milliárd forintot vettek ki. Kicsodák? Az offshore kötődésű tulajdonosok. Itt a Las Vegas Casino Kft., megnéztük a beszámolóját, 2013-ban 1,7 milliárd forint osztalék címen vándorolt külföldre, ez ebből pénz, nem tudjuk hova, és mennyit látott a magyar költségvetés, mennyit kaptak a magyar adófizetők társasági adóból, alig 87 millió forintot. Szóval tisztem uraim és hölgyeim, én azt gondolom lehet lopni, csak nem sokáig. Szóval azt gondolom, hogy ez tényleg mindennek a teteje, hogy önök felkelnek, nem tudom melyik nap, leírnak egy ilyen salátatörvényt, a fuvarozókkal úgy kiszúrnak, hogy én nem tudom, mi lesz azzal a szektorral, hogyha ezt átviszik, mi mindent meg fogunk tenni, ami tőlünk telhető azért, hogy szóbáljanak azokra az emberekkel, akik a feje fölött törvényt hoznak. Andy Vajnának van még bőr az arcukon adni egy következő ajándékot, egy következő csomagot karácsonyra, és fogják magukat, és elkezdik a közpénzeket gyakorlatilag eltakarni az adófizetők szeme elől a sportági szakszövetségeknél. Szóval mégis ezt hogy gondolják, és mindezt 24 óra alatt viszik át a magyar törvényhozáson. Tisztelt uraim és hölgyeim, vagy vonják vissza ezt a törvényt, vagy azt gondolom, hogy ez a pofátlanság csimbarasztója, amit csinálnak.